Eltemették pénteken a Magnyitogorszki házomlás néhány áldozatát. Az uráli iparvárosban szilveszter napján omlott le egy 10-szintes panelház egy része. 39-en haltak meg a tragédiában. A Kramarenko család tagjaira, Igorra és Anasztáziára, valamint egyéves kislányukra, Milanára emlékeztek szeretteik a temetés után. De másokat is gyászoltak. Elvesztettem egy barátomat, aki a 17 éves lányát hagyta maga mögött, mondja egy asszony. Ez tragédia az egész városunknak, teszi hozzá ez a nő. A panelház feltehetően gázrobbanás miatt omlott le. A mentők, akik mínusz 27 Celsius fokos hidegben is dolgoztak, kedden egy élő csecsemőt emeltek ki a romok alól. A 39 halálos áldozat közül 6 gyermek, 5 túlélőt kórházban ápolnak.